Ebben a lakásban történt a tragédia. Most először láthatják teljes valójában, milyen pusztítást végzett a szexádi házban a gázdobbanás. Falak fordultak ki a helyükről, és a födém szerkezet is deformálódott. Az elmúlt napokban a szakemberek azon dolgoztak, hogy elkerüljék a sérült szerkezet további rongálódását. Gyakorlatilag kifújták egy tehetbíró anyaggal a szobák belsejét tegnapi nap már azt gondolom, hogy a, a veszélyhelyzetnek a nagy részét megszüntettük, ma pedig teljesen uh, elmúlt az első szintnek, tehát azért szeretném hangsúlyozni, hogy még egy ugyanilyen szintú van uh, előttünk, de talán annyival könnyebb most a helyzetünk, hogy egyrészt kitapasztaltuk, hogy uh, mit kell csinálni, másrészt pedig a két fődém között, a két közül azért, a, amit most megfogtunk, ez volt a a sokkal nehezebb. A teljes veszély még nem hárult el, mondta Korcsmár István. További védelmeket kell építeni, és amíg a hap meg nem szilárdul, bármikor, bárhol elindulhat a földén, mondta. Nekünk a következő feladatunk az lesz, hogy a főfal mellett egy három és fél 3,6 méter mély célöpalapokat készítsünk el, amire feleltetünk egy vasbetongerendát, és ez a vasbetongerenda lesz majd a majdani e, falnak az alapja. Ezek után kerül majd sor a felső emeletek födém szerkezetének elbontására. Mindaz csak olyan technológiával készülhet, mely rezgésmentes, mert a kivitelezés ideje alatt semmiféle erős rezgés nem érheti az épületet, mondta Kocsmár István.